Tisztelt Országgyűlés! A KDNP képviselőcsoportja jelezte, hogy két felszólaló ismertette a frakció álláspontját. Megadom a szót Holik István képviselő úrnak. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterasszony, képviselő társaim. Gyorsan az elején, csak hogy legalább ebben ne legyen véleménykülönbség közöttünk, itt Varga Dam Andrea azt állította, hogy nincs szükség a kormánynak az országgyűlés felhatalmazására. Akkor most azt javaslom, hogy értelmezzük közösen az alaptörvénynek a szövegét, amely ezt mondja a veszélyhelyzetről szóló részben. A kormány a veszélyhelyzetben rendeletet alkothat, bocsánat, a harmadik bekezdésben, a kormány második bekezdés szerinti rendelete 15 napig marad hatályban, kivéve ha a kormány, és itt jön a lényeges rész, az országgyűlés felhatalmazása alapján a rendelet hatályát meghosszabbítja. Tehát az a helyzet, hogy az országgyűlést ebből az alaptörvény alapján nem lehet kihagyni. Tehát amikor Varga Dam Andrea azt mondja, hogy a kormány magától meg tudja hosszabbítani a rendelet hatályát, akkor egyszerűen egy alaptörvénnyel ellentétes állítást fogalmaz meg. Tehát legalább egyébként az alaptörvény értelmezésében értsünk egyet. És azt gondolom, hogy az örvendetes, hogy néhány alapvető dologgal a koronavírus elleni küzdelem kapcsán egyetértünk. Egyetértünk abban, hogy ez rendkívüli veszélyeket hordoz magában. Abban is egyetértünk, hogy mindent meg kell tennünk a védekezés érdekében. Azt láthatjuk, hogy a kormány a saját tapasztalatából, illetve más nemzetállamok tapasztalatából kiindulva helyesen, jó időben veszélyhelyzetet hirdetett ki, és ez a veszélyhelyzet hatalmazta föl arra a kormányt, hogy különleges intézkedéseket vezessen be, hiszen rendkívüli helyzetben rendkívüli intézkedések szükségesek. És itt már elhangzott jó néhány, emellé teszem még hozzá egyetemi távoktatás, rendezvények megtiltását, önkéntes karantén elrendelését a külföldről hazatérőknek, vagy boltok nyitvatartási idejének korlátozása. Most ezek a szükséges intézkedések kerülnek veszélybe azáltal, hogy önök tegnap nem szavazták meg a koronavírus törvényt. Mert azt gondolom, hogy abban nincsen közöttünk vita, hogy ezek szükséges és arányos intézkedések. És a jogi helyzet is azt gondolom, hogy teljesen világos. Ahhoz, hogy a kormány folytatni tudja a megkezdett munkáját, ahhoz az alaptörvény alapján szüksége van az országgyűlésnek a felhatalmazására. Tehát összegzésszerűen azt tudjuk mondani, hogy kár szépíteni, de a tegnapi ellenszavazatukkal megnehezítették a koronavírus elleni védekezést. És azért azt is látom, hogy vannak józanul gondolkodó olyan politikusok, egykori politikusok, akik nem értenek egyet önökkel. Azért javaslom, őket is hallgassák meg. És itt kifejezetten a jobbikosokra nézek, hiszen az önök egykori pártelnöke. És azt mondta, hogy ebben a helyzetben meg kellett volna szavazniuk ezt. És Vona Gábornak azt gondolom, hogy van tapasztalata abban a helyzetben, hogy veszélyhelyzetben, amikor Magyarországot egy komoly és valódi veszély fenyegeti, akkor stratégiai döntéseket elhibáz. Ezt egyszer Vona Gábor megtette, amikor a betelepítési kvótáról szóló alkotmánymódosítás ellen szavazott. Tehát ő tapasztalatból tudja azt, hogy ilyen fontos és súlyos döntéseknél nem szabad hibázni. Ezért én azt gondolom, hogy, és azt javaslom a jobbikos képviselőtársainknak, hogy hallgassák meg az egykori elnöküket, és most még lehetőségük van javítani, jövő héten szavazzák meg ezt a törvényt. De ettől függetlenül az teljesen természetes, hogy minden ellenzéki képviselő garanciákat kér és garanciákat szeretne. Az a kérdés, hogy ezek a garanciák, ezek rendelkezésre állnak-e. A mi egyértelmű álláspontunk szerint számtalan garancia rendelkezésre áll, hogy a rendkívüli jogrenddel ne lehessen visszaélni. Éppen ezért azt gondolom, hogy önök valami más indokból
tettek azt tegnap, amit tették. Hogy miért, mivel most nem a pártpolitikai vitáknak van itt az ideje, ezt én most nyitva is hagynám. Nyilvánvalóan, és én a garanciákról szeretnék néhány szót mondani önöknek. Nyilvánvalóan egy jogállamban a legfontosabb és alapvető garancia, azok a jogi garanciák kellenek, hogy legyenek. De azért én még hozzátennék még kettőt. A tényeken alapuló garanciákat, illetve a politikai garanciákat. És ha megengedik, akkor először hadd szóljak néhány szót a tényeken alapuló garanciákra. És erre azért van szükség, mert abban a szerencsés vagy szerencsétlen helyzetben van a Fidesz-KDNP kormány, hogy néhány válságot már át kellett élnünk. Ezek között volt gazdasági természetű, volt ipari katasztrófa jellegű, és volt bevándorlási árvíz, természeti katasztrófa, bevándorlási, tehát civilizációs természetű válság is. És ezeket a válságokat én nem kérem önöket, hogy osztályozzák jelesre, mert senki nem dolgozik tökéletesen, amelyik ember dolgozik, az hibázik is. De abban talán egyetérthetünk, hogy ezeket a válsághelyzeteket a Fidesz-KDNP kormány jól kezelte. A szükséges lépéseket hozta meg, a szükséges időben, arányosan, és ráadásul a mindenkori alkotmányos kereteket betartva, azt soha nem átlépve. És azt gondolom, hogy a jelenleg meghozott járványügyi és egészségügyi intézkedések tekintetében sincsen közöttünk véleménykülönbség, tehát azokkal önök, ellenzéki képviselők is egyetértenek. A gazdasági lépésekben annyi egyet nem értés van csak közöttünk, hogy önök természetesen könnyedén még több intézkedést várnak el a kormánytól, de a meghozott intézkedéseket nem kritizálják. Persze kérdés az, hogy mennyire hiteles mondjuk egy DK-s képviselőtől gazdasági javaslatokat elfogadni, mert abba azért bele se gondoljunk, hogy mi lenne akkor, hogyha ez a járványügyi helyzet ez olyan állapotba találta volna az országot, mint amilyenben volt mondjuk 2008-ban Magyarország, akkor valószínűleg mi itt nem gazdaságvédelmi csomagokról, munkahelyvédelemről és a családok megsegítéséről beszélnénk, hanem megszorításokról, meg arról, hogy az IMF milyen diktátumokat intézett Magyarország számára. De hála Istennek, mivel az elmúlt években a kormány felelős gazdaságpolitikát folytatott és felelős költségvetési politikát folytatott, most volt mozgástere ahhoz, hogy ezeket a lépéseket megtegye. Tehát ebben is azt gondolom, hogy egyetértés van. Tehát a tények mindig azt mutatják, és ez valamilyen garanciát mégiscsak azért kell jelentsen, hogy a válságokat a Fidesz-KDNP kormány mindig kezelte, és mindig megfelelően kezelte. De természetesen ott vannak a jogi garanciák is, ezek a legfontosabbak. Én azt gondolom, hogy önök lehetnek kényesek a jogi garanciákra, de az kissé álszent, amikor Karácsony Gergely bejelenti, hogy rendeleti úton kíván kormányozni, de ígéri, szeretném kihangsúlyozni, ígéri, hogy majd a többi frakcióval is egyeztet, akkor egyébként az ezzel szembeni garanciák tekintetében valahogy nem ilyen finnyásak. Tehát azt gondolom, hogy miniszterasszony expozíja is számos olyan érvel szolgált önök számára, ami megnyugtathatja önöket, hogy ezzel a rendkívüli helyzete, mert ha jól értem, az önök feltételezése, utalgatása, az arra vonatkozik, hogy majd ezzel a csúnya Fidesz kormány, ami már évek óta diktatúrát akar bevezetni, ezzel majd vissza fog élni. De ez nem így van. És a legfontosabb garanciát, tisztelt képviselő hölgyek és urak, maga az alaptörvény jelenti. És az alaptörvényben egyértelműen benne van, hogy mi a kormánynak az alkotmányos kötelezettsége. Az van benne az 54. cikkben, hogy a különleges jogrendet, a különleges jogrend bevezetésére jogosult szerv megszünteti, ha a kihirdetésének feltételei nem állnak fenn. És mivel a veszélyhelyzetet a kormánynak kell meghirdetnie, ezért alkotmányos kötelezettsége a kormánynak a veszélyhelyzetet megszüntetni, hogyha a járvány már nem áll fenn. Arról nem is beszélve egyébként, hogy az alkotmány
21. pontjának a cikkének a harmadik bekezdése azt is kimondja, hogy az alkotmánybíróság megsemmisíti az alaptörvénnyel ellentétes jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést. Tehát, hogyha valaki ezzel vissza szeretne élni, és teljesen egyértelműen megállapítható, hogy egy járvány már elmúlt, akkor természetesen ezt az alkotmánybíróság megtenni. És ehhez kapcsolódik, azt gondolom, tehát a jogi garanciákhoz kapcsolódik. Arról nem is beszélek most, mert már kicsit erről már számos esetben szó volt, hogy a felhatalmazás, amit önök korlátlannak hívnak, az nem korlátlan sem terjedelmét, tárgyát illetően, sem időbeli hatáját illetően, de ezt frakcióvezető és miniszterasszony már említette. És ott van harmadikként a politikai garancia. Ugye önök azt nem gondolják komolyan, hogy a magyarok, akik most nagyon fegyelmezetten, köszönet ért nekik, betartják a hatóságnak az utasításait, elviselnék egyetlen percig is azt, hogy bármilyen kormány hatalmi szempontok alapján indokolatlanul egy percnél is tovább a kiirdetett veszélyhelyzetet fenntartsa. Ha ezt bármelyik kormány megtenné, tudják, hogy mit tennének vele az emberek nagyon helyesen? Úgy küldenék el őket, mint ahogy Gyurcsány Ferencet küldték el, miután kiderült, hogy hazudott az egész országnak. Ezt tennék nagyon helyesen. És itt kell még egy szót ejtenem Jakab Péter megjegyzéséről, mert nem csak a parlamentben beszél államcsínyről, és arról, hogy tulajdonképpen a Fidesz-KDNP célja most, hogy államcsit hajtson végre, és hogy kiiktassa a 22-es meg a 26-os választásokat. Ennek a jogi cáfolatát miniszterasszony megadta. De az a helyzet, szeretném üzenni kedves jobbikos képviselőtársaimon keresztül Jakab Péter frakcióvezető úrnak, hogy az igazság pillanata, aki ilyeneket állít, annak a számára az igazság pillanata, reméljük, nagyon hamarosan elérkezik. Ugyanis mi magyarok összefogunk, ha ebben az összefogásban önök nem akarnak részt venni, akkor lelkük rajta. De mi összefogunk, és le fogjuk győzni a koronajárvány vírust. Nagyon sok válsághelyzetet túlélt már a magyar nép, nagyon sok tragédiát túlélt már a magyar nemzet, ezt is túl fogjuk élni. És akkor természetesen alkotmányos kötelezettségének megfelelően a kormány, ellentétben az önök minden alapot nélkülöző utalgatásaival és vádaskodásaival, a válsághelyzetet meg fogja szüntetni. Viszont azt ne felejtsék el, mi sem fogjuk, hogy akkor emlékeztetni fogjuk a magyar embereket arra, hogy önök a legnehezebb időben, a járvány elleni védekezés legnehezebb idejében, mondva csinált minden alapot nélkülöző indokokra hivatkozva, hazugságok miatt tették nehezebbé a kormány számára a védekezést, amikor olyan hazugságokat fogalmaztak meg, hogy mi ki akarjuk iktatni a választásokat. Én remélem, hogy ezek a garanciák, amiket felsoroltam, az meggyőzik önöket, mert most valóban én is bízom abban, hogy Kocsis Máté frakcióvezető úr, hogy ennek ellenére, hogy tegnap úgy szavaztak, ahogy, hogy ezek a garanciák, azok az érvek, amelyeket felsorakoztattunk, miniszterasszony is elmondott, ezek meggyőzik önöket, és belátják, hogy Vona Gábornak ebben az esetben igaza van, és az ellenzéknek is oda kell állnia a kormány mellé, és ebben a helyzetben összefogást kell mutatnunk, ez Magyarország érdeke. Természetesen a KDNP a szükséges felhatalmazást a kormánynak a jövő hét keddi szavazáson meg fogja adni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr.